Borzasztó sok kárt okozott, a cseresznyefánk természetesen már a java el van száradva, hiába öntözöm, nem tudom olyan mélyen öntözni a talajt, hogy oda jusson a vízmennyiség. A Gyula külterületén élő Komlósi Erzsébet mutatta itt, hogy milyen károkat okozott a szárazság és a hőség a kertjében. A cseresznye mellett komoly problémák lettek a szőlővel, a szilvával és az uborkával is. A terület nagysága és a folyamatos forróság miatt a locsolás sem oldja meg a gondokat, ezért várhatóan jóval kevesebb lesz nála idén a termés, ami komoly nagyságrendű veszteséget jelent. Több tízezres mondhatom, de hogyha még a gyümölcsös is hozzászámítom, mert az idén rettenetesen sok gyümölcs lehullott, nagyon-nagyon kevés lesz az a termés. Szilvából, almából, körtéből terítve vannak ugye a fák alják. Nagyon azt hiszem, hogy akkor inkább mondhatom azt, hogy százezrek. Teljesen le van sárgulva a levele, minden tönkre van menve. Nem jobb a helyzet Árgyalán Tamáséknál sem. Itt a tök szenvedte meg leginkább a hőséget, de a gyümölcsfákat is jelentős károk érték. A barack is már megszárad magán az ágon, semmi. Nagyon rossz. Hiába locsoljuk, nem segített rajta. A vasárnap érkezett hideg front és eső okozott némi felfrissülést ugyan, de az előrejelzések szerint a héten újra visszatér majd a kánikula.